A városban több helyen is útfelújítást végez a Magyar Közút ZRT az elkövetkező napokban. A Jászberény úti felüljáron az út teljes szélességében felmarják az aszfaltot, és 4 cm vastagságban új kopó réteget kap. A javítás a tervek szerint péntekig tart, addig félpályás útlezárással korlátozzák a forgalmat. A Széchenyi úton holnaptól hétfőig dolgoznak majd a szakemberek. A Jászberény és a Köztársaság utca között, valamint a Puskaporos utca és az Alszegi út között felmarják a külső sávot, és új kopó réteget kap az útszakasz. Óvatosan körültekintően kell közlekedni a 4-es főútvonalon is holnaptól. A Cegléd-Berceli 2x2 sávos szakasz Budapest felől érkező 2 sávját lezárják. Annak forgalmát 2x1 sávon a másik oldalra terelik át, így tehát a Cegléd felől érkezőknek szembejövő forgalomra kell számítaniuk. Újra virágok kerültek a budai úti utcaneveket jelző ládákba. A Cegléd Kapuja Polgári Egyesület Gyursó Mihályné vezetésével minden év tavaszán szebbé teszi az útszakaszt, hogy minél vonzóbb látvány fogadja a városba érkezőket. A kereszteződésekben található virágládákba most is egynyári növényeket ültettek. 50 tő virágot kértek és kaptak a várostól, így 9 utca táblája lett ismét virágos.